Sonkák, húsáruk és minden, amit a helyi termelők készítenek, megtalálható a Patronus Szövetkezet pécsi piacán húsvét közelettével. Az ilyen helyi termékek még nagyobb szerepet kaphatnak az élelmiszerellátásban a következő években, mondja a megyei fejlesztési biztos. Most a kormánycég tűzése az, hogy több 1000 milliárd forinttal támogassa a mezőgazdaságnak az újraélesztését a falvakba, hiszen valaha is európai listára voltunk, hiszem, hogy most is az vagyunk, és nagyon sokan tudnának ebből nyilván megélni a falvakban. És nem kellene akkor bevándorolni városokba, ipari vagy betöntött munkát végezni azoknak, akik egyébként a földön kiválóan egyengetnék az élelmiszerellátást. Ehhez kellenek azok a piacok, amelyek helyet adnak a termelőknek. Ha akadozva is, de Pécsen is egyre nagyobb szerepet kapnak ezek, mondja Kővári János. Ez egy pici része ennek a projektnek. A Hajnóci utcai piacot is ezért újítottuk fel annak idején, az új vásárcsarnok is ennek épült, és hát én úgy tudom, hogy most a Dianétéri piacnak is egy felújítására készül a város, azzal együtt, hogy ott még van mit megbeszélni az ott árusítókkal, mert egyelőre nem sikerült gondoskodni arról, hogy amíg a felújítás tart, addig mi lesz az ott árusítókkal. A politikus azt mondja, a helyi termelők segítése a cél, hiszen az itt termelt élelmiszerek szállítása nem terheli annyira a környezetet, mintha több száz vagy 1000 kilométerről hoznák azokat. Ráadásul bevételhez jutva itt fejlesztenek a helyi termelők, ez pedig a helyi gazdaságot növeli.